Ez nagyon jó, hogy így gondolkozol, amit hallasz, olvasol, és ezért merülnek fel ezek a kérdések. De mennyei ország, ez nem a lelki világ. Mert sokszor valamikor a szavakat használjunk, de másra gondoljunk. Ugye valamikor gondolják, mondják a mennyei ország, és gondolják az Isten országra, a lelki világra, de itt az anyagi univerzumokban, mindegyik univerzum úgy áll, hogy van középső bolygórendszer, a Föld, van a menny ország, ez azt jelenti, ahol magasabb élvezető lehetőségek vannak, és van alsó bolygórendszer, ami a pokol. És ezért itt az univerzum belül nem örökre kerülnek a mennyei bolygókra, hanem amikor elfogy a jó karmájuk, akkor vissza fognak születni a Földön. Azok, akik rossz karmát teremtenek, elmennek a pokolba, ott leszenvednek, amikor elfogy a rossz karma, visszajönnek a Földre. És nagyon jó következményhez jutottál, hogy annak sosincs vége ennek az újjászületésnek, vagy a reinkarnációnak, hogyha nem lenne egy kis de. És ez a de, ez az, hogy de azok, akik Istent szolgálni kezdenek, gyakorolnak bhakti jogát, ahogy már mondtam, dritam, vrata, nagyon határozottan, akkor ők megszabadulnak, ki tudnak jönni ebből a körforgásból, szamszára, az is úgy is hívják, ez a végtelen újjászületés, és vissza fognak menni lelki világba. Miért? Mert Isten, ő a születés, újjászületés vagy reinkarnáció törvény kívül van, és minden lélek, aki az ő szolgálja, ő is kikerül ebből a körből. Ez a lényeg. Szóval, egy szempontból, hogyha csak úgy forgatókönyvek szerint élünk az életet, akkor nincs vége, de hogyha bhakti jogát gyakoroljunk, akkor vége, és akkor ember boldog lesz.